Na, sziasztok srácok, én Lány Zsolt vagyok, és pedig most elérkezett a 40. vlog, és ez már a görög nyaralásnak a első napja, és gyakorlatilag arra szeretném nektek elmondani, olyan videók is lesznek, hogy majd elmegyünk egy nagyon olyan szép helyre, ahol olyan szép kis szigetre, ahol még nem jártunk még. Gyakorlatilag most van körülbelül jelenleg július 22-e hétfő, és éjfél elmúlt olyan 10-12 perce. Megyünk a Liszt Ferenc repülőtérre. Én még életemben még nem ültem még repülőn, úgyhogy azért remélem, hogy nem lesznek gondok. Akkor majd ott jelentkezek. Puff! Vagyok, és pedig most megérkeztünk Korfúra, amit azt szeretném nektek elmondani, srácok, hogy bizony-bizony itt van mögöttem, azaz a apartman, ilyen kis komoly szép kis szálloda, és arra szeretném nektek elmondani, hogy most medencében vagyok, tehát ami nézzétek meg, hogy milyen tiszta a víz. És főleg, amit láttatok, ami egészen nagyon szép, amúgy a tiszta a víz. És meg most... Hát nem tudom, hogy tudom... Tehát maximum melkosig vagyok a vízbe. És továbbra így nem megyek bele, mert tudom, már mélyebb a víz. És ezért így nem a legjobb. És az a lényeg, hogy Korfún az a legjobb, hogy nézzetek, milyen szép tiszta az idő. Tehát... Egyszerűen annyira jó idő lett így hirtelen, hogy most egész nap mond ilyen derült időt, ilyen derült idős napsütést, és főleg az a lényeg, hogy most szerencsére legalább sikerült megérkezni Korfúra, hát olyan 7 órára vagy 8 óra környékére, mert az van, hogy most elmegyünk egy csomó ilyen sziketekre, mert mindenre, és az a lényeg, hogy most hogy Korfún egész nap jó időt mond, tehát maximum mostanában van olyan 27 vagy 28 fok kb. Körülbelül annyi van most, és utána lesz majd 29-30 fokkal, de az a jó, hogy tök jó az idő Korfún. Szóval srácok, meg is érkeztünk azaz egy komoly, szép kis étterembe, azaz a Mediterránióba, amit található. Fent. És most az a lényeg, hogy most itt vagyunk Korfúba, és az a lényeg, hogy itt lehet enni pizzát, steaket, meg house, gondolom ilyen házi cuccokat is lehet. És az a lényeg, hogy van hozzá wifi. És pedig az a komoly, hogy amúgy vannak az kíváncsi főleg az árakra is.
Tehát el nem úgy Görögországban mindenképpen gyertek, mert ez egy nagyon jó hely. Jó hely. Itt jó lenni, itt jó enni. És apukám meg kapott egy ilyen olyan komoly sört, hogy szóval, úgyhogy meg is jött a vacsoránk, úgyhogy szóval akkor úgy, hogy na úgyhogy együnk. Nos, na szóval srácok, már meg is érkeztünk. És az van, hogy most amit az előző videóban látottátok, azaz az étterembe mentünk, a steak barba mentünk el. És amúgy az a lényeg, hogy itt Korfun, Görögországban annyi minden, nagyon-nagyon sok az apartman a szálláshoz. Meg az étterem. Meg a büfében minden. Hú. Ez már nagyon kemény. Tehát mostanában kicsikén most pihenünk egyet a sok gyaloglásba. Na jól van, inkább csinálunk egy kis táblán összet inkább. És pedig hónapi nappal pedig az lesz, hogy majd, hogy Zolai Zsolt voltam, pedig mindenképpen nyomjatok rajta egy lájkot, és iratkozzatok fel rám a csatornámra, és valamint majd az lesz, hogy majd hónap, mert egy szép kis utunk lesz nekünk, jön a második nap.